következő kísérletben vizsgáljuk meg, hogy a víz sűrűsége hogyan függ a hőmérsékletétől. Ehhez az egyik pohárba engedjünk csapvizet. A másik pohárba pedig melegebb, körülbelül 50 Celsius fok hőmérsékletű vizet, amit azért, hogy meg tudjuk különböztetni, zöld színű ételfestékkel megfestettem. Vegyünk egy műanyag lapot, és ezt tegyük rá a hidegvizes pohár tetejére. Egy gyors mozdulattal fordítsuk meg, és ha elengedjük, akkor láthatjuk, hogy a külső légköri nyomás hozzászorítja a pohár falához a műanyaglapot. Tegyük rá az egészet a másik pohárra, és egy pici részt készítsünk, és nézzük meg, hogy mi történik. Azt hiszem, hogy látszik, hogy a zöld színű, vagyis a melegebb hőmérsékletű folyadék helyet cserél a hidegebb folyadékkal. Mire következtethetünk abból, hogy a melegebb hőmérsékletű víz a poharaknak a tetején igyekszik elhelyezkedni? Talán azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a melegebb hőmérsékletű víznek a sűrűsége kisebb, ezért az a rendszernek a tetején, míg a hidegebb, nagyobb sűrűségű a rendszernek az alján igyekszik elhelyezkedni. Erre példát is láthatunk a természetben, ugyanis a tavak és a folyók esetében ugyanez a helyzet, hogyha megnézzük egy tavat, akkor a tetején lévő folyadéknak a hőmérséklete a melegebb, és ahogy lefelé haladunk, egyre hidegebb és hidegebb. Ez azonban csak 4 Celsius fok hőmérsékletig van így, ugyanis a 4 Celsius fokos víz sűrűsége a legnagyobb, vagyis az helyezkedik el a tónak az alján. Ha tovább hűl a folyadék, vagyis 3-2-1 Celsius fokos, egyre kisebb-kisebb lesz a sűrűsége, vagyis felfelé halad, és ezért a tó felülről 0 Celsius fokon fagy be, miközben alul akár 4 Celsius fokos hőmérsékletű is lehet a víznek a hőmérséklete. Köszönöm szépen a figyelmet!